Köszönöm szépen a szót, illetve a mikrofont. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent itt ma délután, mert hogy Csinger újkori történetének ez egy nagyon fontos pillanata, és nagyon örülök neki, hogy látok nem csak Csingerből a bányásztársadalom hagyományait őrzőket, tehát egy kicsikét összetartunk, és ez nekünk egy hatalmas nagy ünnep, mert nagyon régóta vártunk erre az útra, úgyhogy át is adom a szót polgármester úrnak. Kedves barátaim, valóban itt vagyunk Csinger kapujában, egy nagyon szép városrész kapujában, most is nagyon szép. Szóval ezt mondom az itt lakóknak, meg a képviselőasszonynak, és neki ezt külön is szeretném megemlíteni, hiszen az ő képviselősége alatt teljesedett ki a csingeri városrész ebben a mai formájában, de ez a mai forma, ez nem a végleges forma. Hát a véglegeset, azt nem tudom, hogy hányan fogjuk majd látni, ahogy itt körülnézek, még azért sokan meg fogják ismerni a szép, teljességében bemutatandó városrészt, ugyanis mi a csingeri városrészt azt egy turisztikai negyednek, turisztikai és egy kultúrnegyednek tudjuk elképzelni. Ugye azok az eddigi fejlesztések, amit a város lakossága már ismer, azok még néhány dologgal ki fognak egészülni. Hogy úgy mondjam, a megközelítése, a csingeri városrész megközelítése az rendben van. Kiépült az út egészen ugye a Börköskutig, a kerékpárútnak ez a szakasz elkészült, még van egy hiányzó szakasz, ami majd az Ármin udvaron keresztül közelíti meg a régi Bercsényinek az épületét. Ugye a közösségi ház az már korábban megépült a térrel együtt, azzal lettem egyébként följelentve. Aztán, ha megyünk tovább, ott az eskanyar és az Ármin bányának egy jelentős része, oda egy olyan kerékpáros turisztikai csomópontot képzelünk el, ami Ajkán még eddig nem volt. Ugye csak úgy kitekintésként mondom, hogy most építjük a Torsoki kerékpárutat, és akkor már csak egy kerékpárút van hátra, amelyik hiányzik a város életéből, ez pedig a Padragi kerékpárút, a következő ciklusban azt is tervezzük megépíteni. Tehát a kerékpáros turizmusnak szenteljük majd az Ármin udvart, szeretném, ha majd megegyeznék ezt az elnevezést, tehát nem Ármin bányának nevezzük, mert a bánya ugye ez a föld alatt van, hanem az udvarának, tehát ez lenne az Ármin udvar, és a régi mentőállomás épületét, azt közösségi házzá szeretnénk kialakítani olyan módon, hogy egy üzlet is helyet kapna ebben az épületben, ami a városrész ellátását szolgálná. Egy új közösségi platformot, területet szeretnénk ott elkülöníteni, és a legújabb elképzelés szerint, ugye korábban le akartuk bontani még a hátsó feltáját az épületnek, de most legutóbb arra jutottunk, hogy mégse bontanánk le, hanem az megmarad, és egy hostel jellegű épület részé alakítanánk át. Ugye a hostel az egy szálláshelyt jelent, egy könnyen igénybe vehető és nem drága szálláshelyet, és hát ott a kerékpáros turizmusban résztvevők szállnának majd le, ott néhány szobát alakítanánk ki, meg a régi szerelőműhelyből, ami a Parkerdei út mellett helyezkedik el, abból pedig egy szerelő csarnokot építenénk, azt újítanánk fel, hogy a kerékpárosok ott tudjanak szerelni. És magát az udvart, azt pedig úgy alakítanánk át, hogy a következő napokban, tehát nem évek múlva, hanem ebben az évben, a következő napokban megkezdődik az Ármin udvar rézsűinek a végleges kialakítása. Ugye az tulajdonképpen három szinten helyezkedik el, az első meg a második szint közötti rézsűt, azt úgy fogjuk kialakítani, hogy ott egy kalandpark jellegű létesítmény fog majd kialakulni. Kalandpark jellegű csúszdákkal, játszószerekkel, egyéb más eszközökkel, hogy ott a biciklisek és a családosok is jól érezzék magukat. És a régi szénfeladó épülete, az pedig egy
Hát most azt a kifejezést használom, amit a tervezők is használnak, rom kocsmává fogjuk kialakítani. Tehát a rom kocsmába éppen olyan jól lehet fogyasztani, mint egy másik kocsmába. Tóni, te is, ha megfáradtál ott a szigetelési munkával, akkor nyugodtan oda sétálhatsz, és a rom kocsmában üríted ki a poharadat. És aztán megyünk tovább ugye a Csingeri városrészben, és következik a legnagyobb létesítmény, amit oda fogunk majd tervezni, az pedig a Bercsényi iskolának az átalakítása. Azt szociális otthonná szeretnénk átalakítani, egyházi közreműködéssel. Ugye már több egyházzal felvettük a kapcsolatot, és nem tudom, hogy melyikkel fogjuk végül is befejezni. Most így a közepén tartunk az egyházaknak, de ez határozott szándékunk, hogy ott szociális férőhelyeket alakítsunk ki, leginkább azért, mert a városban 300-an várnak szociális férőhelyre, és legalább 150-et szeretnénk megvalósítani. De ez is azért több évet és több milliárdot vesz igénybe, úgyhogy talán ez fog legjobban elhúzódni. És hát ugye nem említettem itt a kriptongyárat, ami ugye eddig is egy híres létesítmény volt. Ugye a napokban lefolytattuk a második ütemnek a közbeszerzési eljárását, megvan a nyertesünk, és most még itt az első fél évben elkezdődik a kriptongyár második ütemének az építése, és a kriptongyár az nem csak a komoly zene és a komoly művészi találkozások színhelye lesz, hanem azt lényegében ifjúsági házként is szeretnénk használni. Tehát nem csak annak, meg nem csak ennek, hanem komoly és könnyed programokra egyaránt szeretnénk ezt felhasználni. És akkor még lesz még egy olyan területünk ott a posta mögött, amiből már 2 hektárt megszereztünk, még 4-et szeretnénk ott megszerezni, és akkor ott pedig egy nagy pihenőparkot fogunk majd kialakítani. Tehát ezt azért mondtam, mert önöknek már ritkán találkozunk, és hogy ismerjék a város terveit erre vonatkozólag. Ugye ez a mögöttünk álló városrész volt, de ami itt előttünk van, itt is egy kicsi negyed kezd kialakulni, itt 6 családi ház fog majd felépülni, és hát értékesítésre kerülnek a házak is. Hát a Jókai bánya térségét pedig, aki erre biciklizik vagy pihenni vágyik, az láthatja, hogy az milyen szépen átépült, és érdemes megemlíteni ennek a folyamatnak az elindítóját, Mics Antalnak hívják. Tóni, még egyszer megemlítelek, hogy te majd egy emléktáblát is fogsz ott kapni, ha ki tudjuk várni a végét, és azt gondolom, hogy az egészen a Jókai bányáig egy nagyon nagy évű fejlesztéseknek a szép központja lehet. Ugye a Csingervölgy természeti adottságainál fogva alkalmas arra, hogy egy turisztikai, kulturális centrum legyen. Ugye megszereztük a magyar államtól a Bányászati Múzeumnak a területét, mert ez sajnos korábban a magyar államhoz tartozott, most már az önkormányzati lett, és az önkormányzat fejleszteni fogja magát a bányát is, a bányamúzeumot is, úgyhogy ott is különböző lehetőségekre szeretnénk majd szert tenni, és azon vagyunk, hogy a régi vendéglő is megújuljon. Hát kicsit lassan megy a folyamata, de hát tudjuk, hogy a vendéglátás most nem a legszebb időszakát éli, mindig nehéz a vendéglátásba beinvestálni, hát most is egy ilyen időszakot élünk, de bízunk benne, hogy az is meg fog újulni. De most itt vagyunk annál a célpontnál, ami miatt tulajdonképpen összejöttünk. Ez a kerékpárútnak a folytatása, ami itt előttünk terül el, és ezzel átadjuk az 1192 és 1195-ös sorszámmal jelzett közlekedési létesítményt, ami 14 millió forintba került, ugye 4 közlekedési létesítményt foglal magába. Baumidex Kft. Volt a kivitelező, és nagyon jó minőségben, gyorsan elvégezték a kollégák ezt a munkát, úgyhogy ez a városrész céljait sokáig fogja majd szolgálni. Én megköszönöm még egyszer képviselőasszonynak azt a munkát, amit a városrész érdekében kifejtett, és bízom benne, hogy az utódja is folytatni tudja ezt a munkát, és minden új embertől azt várjuk, hogy mint amit a szülők várnak a gyerekektől, hogy nőjenek föléjük, teljesítsék túl a szülőket, hát
Itt a Anitáról van szó, akiről majd a képviselőasszony is gondolom, hogy beszélni fog. Pető Anita, fiatal, ambíciózus teremtés, és bízunk benne, hogy ő még jobban, még nagyobb erővel fog majd dolgozni, és követi azt a természeti áldást, hogy aki az utolsó, az még többet tesz, mint az elődje. Úgyhogy e szavak kíséretében én átadom a járdát az itt lakóknak, és mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok, élvezzétek az életet. Köszönöm szépen a szót, hát ami azt illeti, van mire emlékezni. Azt gondolom, hogy ha körülnézek, akkor jelenlévők nagy része tudja, hogy 2002-ben honnan indultunk. Polgármester úr ennél többre emlékszik, mert hogy emlékeznie kell arra, hogy nem volt olyan költségvetési év, hogy én nekértem volna ennek az útszakasznak a felújítását, és hát egy kicsit keservesen készült el, aztán darabokban készült el, de egy a lényeg, hogy elkészült és megvan, és nagyon szépen köszönjük a városnak is. Én nekem vannak még olyan emlékeim, hogy amikor a kis Suzuki-mat autószerelőhöz vittem, akkor a szerelő megkérdezte a csinger felől, tetszett jönni? Mondtam, hogy igen, mert hát a lengéscsillapítók azok itt tömegével jelezték azt, hogy merre felé közlekedik az ember. Tény és való, hogy azt gondolom, hogy a bányászat fénykorát kivéve nem volt olyan időszak ennek a városnak, amikor kívülről is annyit fejlődött, annyit változott, mint az elmúlt időszakban, polgármester úr városvezetése alatt. És az is biztos, hogy együtt tud gondolkodni a lakossággal sok mindenben, többek között velem is, mint csingeri lakossal, és nagyon örülök ennek a romkocsma ötletnek, meg egyáltalán annak, amit ugye én már réges-régóta kértem, hogy valahol valamelyik használaton kívül ide önkormányzati tulajdonú épületben alakítsunk már ki egy kis üzletet, akár mit tudom én, napi 4 órás nyitvatartással és egy kocsmát, mert nincsen falu kocsma nélkül. Azért, ha tetszik, ha nem tetszik, ez is a hagyományok egy része, hogy az a hely a településen, ahol az emberek információ cseréje, most már így mondom, leginkább lezajlik, és ahonnan néha jó dolgok is jönnek ki, nem csak részeg emberek. Na, hogy a jövő mit hoz majd, azt meglátjuk, hiszen a város fejlődése minden területen azért nagyon sok külső összetevőnek is köszönhető. Én minden esetre bízom benne, hogy ha lassú is, de töretlen lesz a további fejlődés. És most így a képviselői pályafutáson vége felé szeretném elmondani, hogy az elején nem gondoltam, hogy ez a feladat, ez ennyi felelősséget, ennyi odaadást és áldozatvállalást is igényel. Tehát jelek szerint megvan azért a munkának, meg mindennek az eredménye. És én annak idején azt tanultam, meg azt láttam, hogy egy vezetőbeosztásban lévő számos feladattal megáldott ember, mielőtt kilép a pályáról, akkor megpróbál maga mögött olyan terepet hagyni, ahol bízhat abban, hogy a megkezdett munkák azok zavartalanul folytatódnak. Na hát én ebben a hitben mutatom be Pető Anitát, aki óvónőként eleinte csak gyerekeket fogott össze, később aztán nagyobb közösségeket is. Én nekem nagyon, gyere csak, nagyon kellemes emlék marad, amikor polgármester úrral két alkalommal látogatást tettünk, hogy úgy mondjam, a csopakbisztróban, és nem vendégek akartunk lenni, hanem nem volt hol máshol leülni annak a célnak a teljesítése érdekében, hogy egy civil szervezetet hozzunk létre. És Anita volt az, aki aztán kapható volt arra, hogy megpróbálja összehozni azokat a fiatalokat, elsősorban kisgyerekeseket, akik Csikoregelőn laknak,
mert közösséget szervezni egy annyira szétszórt településen, ugye ott nincs is többszintes épület, azért eléggé nehéz, de hát lassan, de mégiscsak sikerült, és ma már bíróságilag bejegyzett hivatalos szervezet a Csikó legelői baráti kör, de óvónői munkáján is azt láttam én így kívülről, hogy a munkahelyén is képes összetartani egy kollektívát, hogy vannak újító ötletei, tud projekteket írni, tehát én úgy gondolom, hogy emberileg is alkalmas lesz ő arra, vagy mondjam így, hogy alkalmas lenne arra, hogy ezt a nem könnyű körzetet felvállalja, ahonnan én majd most kivonulok, hogy úgy mondjam, és folytassa azt a munkát, amit én elkezdtem. Úgyhogy át is adom neki a szót. Én azt kértem tőle, hogy egy pár gondolatot mondjon el, hogy ő hogyan is gondolja a folytatást majd. Köszönöm szépen, és köszönöm a megtisztelő szavakat polgármester úrtól és képviselőasszonytól is. Egy megtiszteltetés számomra ez a felkérés és a jelöltségem, hogy képviselőjelölként indulhatok ebben a körzetben is, hiszen egy csodálatos környezetről beszélünk, ahogy már előttem szólóan elmondták. Ez a családoknak, az itt élőknek egy olyan hely, ahol fel is tudnak töltődni. Nem csak itt tudnak élni, lakni, hanem pihenni is tudnak, és ezt nekünk ki kell aknáznunk. A Csikó legelőn valóban 10 évvel ezelőtt alakult meg a Csikó legelői baráti kör, és annyiban javítanám csak képviselőasszonyt, hogy Csikó legelőért egyesületként fogunk tovább működni, mert a baráti kört úgy érezték, hogy az egy szűk kör. Ugyanakkor nem. Azért vagyunk mi is ott, hogy a Csikó legelőiekért megtegyünk mindent, amit lehet, és azért azon leszek én is a továbbiakban, hogy nem csak a Csikó legelőieket, hanem a csingervölgyeket, bódéjakat, és a Kandor Kálmán lakótelepen élőket meg tudjuk támogatni, és találkozzanak azok a gondolataink, amelyek az itt élők fejében is megfogalmazottak, és ezeket össze tudjuk hangolni, és akkor biztos vagyok benne, hogy egy csodálatos település részeket fogunk tudni működtetni a továbbiakban. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget polgármester úrnak is, és képviselőasszonynak is. Thank you.